energiakalandok izgalmas világában. Érdekel titeket az energiafogalma? Az energiaformáit és felhasználása? Most mindenről beszélgetni fogunk. Közösen! Az Energia Kaland egy több mint 10 éves program. A mai nap folyamán egy önkéntes képzésen vesznek részt a kollégáink, ahol igazából pedagógusoktól tanulják meg elsősorban a rejtelmeket, hogy amikor gyerekek közé kerülnek, akkor hogyan kell ezeket az előadásokat érdekessé és informatívvá tenniük. A programunknak az erőssége elsősorban az önkénteseink, akik EON-os kollégák, és ők mennek és tartják a óvodáskortól egészen középiskoláig a gyerekeknek az előadásokat. Örömmel jövök ilyen önkéntes továbbképzésekre, mert fantasztikus látni azokat a motivált és elkötelezett EON-os kollégákat, akik gyakorlatilag alig várják, hogy másnap óvodákba, iskolákba mehessenek, és itt talán a legfontosabb, amit itt nagyon nagy örömmel hallottam, hogy azt az energiatudatos szemléletet, ugye volt a kollega, aki mondta, hogy saját blogot visz ezen a területen és hasonlók, tehát hogy tényleg azt érzem, és évről évre egyre inkább ezt érzem, hogy itt tényleg olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik a saját életükben is képviselik a fenntarthatóság, a környezettudatosság elveit. Mindig is volt bennem egy olyan indítatás, hogy én esetleg tanárként is kipróbáljam magamat, és elég gyorsan a képzés után egy-két hónappal már lehetőségem is volt elmenni, rögtön két órát tartani 5.-6. osztályosoknak, és bár nyilván izgultabb, volt bennem lámpaláz, de nagyon jól sikerült az óra, olyannyira jól, hogy utána többször vissza is hívtak ugyanabba az iskolába. Hát az az igazság, hogy szeretem az új kihívásokat, és ez érdekesnek találtam ezt az egészet, hogy fiatalokkal foglalkozni, megszerettetni a szakmát, esetleg a céget. Mi mindig találunk alkalmat a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés fő szempontja miatt, mert minden órába be lehet ezt építeni, tehát mi örülünk az alkalomnak, illetve bármikor teremtünk alkalmat, amikor hozzánk tud jönni olyan önkéntes, aki segít ebben a témában. Teljesen új lehetőség az idei évtől az, hogy egy robotot is igényelhetnek, kölcsönözhetnek az előadóink majd az előadásaikra. Ez a kis robot igazából elsőleges célja az lenne, hogy a gyerekek figyelmét még inkább felkeltse. A robotunk az előadásba úgy tud beépülni, hogy különböző szövegeket és táncokat tud bemutatni a gyerekeknek, és ezzel felhívni az ő figyelmüket.